Na jó napot kívánok! Jó napot! Hoztam a sérült madarat, amit a kalapjakat mondott a telefonba! Ez egy sérült madár? Köszi! Akkor menjünk be! Menjünk be a rendelőbe! Kíváncsi Dodó! Ez a kis Muki nevű szenegáli papagáj egy kisebb baleset után érkezett hozzánk, a jobb lábára sántít. Néhány nappal ezelőtt történt a baleset, játék közben, játszadozás közben. A vizsgálat alapján látható, hogy nincsen törés, nincsenek komolyabb sérülései madárnak, viszont egyelőre kíméli, feltehetőleg meghúzódott a lába. Most arra nagyon óvatosan már, de elkezdett kapaszkodni vele. Ilyenkor ketresz nyugalmat szoktunk javasolni, kalitkába kell tartani 1-2-3 hétig. Ne nagyon röpködjön a madár, ne rohangáljon a lakásba, ő lakásba szabadon tartott madár volt. Most ne röpködjön, ne használja ezt a lábát, pihentetni kell, mint ahogy ezt mi is tesszük abban az esetben, hogyha ha a sérülés ér minket. Akkor nézzük most a kukorica tesztet, odaadtuk a Mukinak a magot, amit ő most a beteg lábával megfog, és így láthatjuk is, hogy bár nem igazán áll még rá a lábára, de már fogni tud vele, megfogta a kukoricát, használja az ujjait rá, és kapaszkodott az ujjamra egy picit, tehát látható, hogy túl nagy baj nem lesz ezzel a lábbal. Két hét múlva szívesen látom a madarat egy kontrollra, abban az esetben, hogyha nem javult még, és nem ütött be teljesen a lába. Szia, Muki! Dodó, itt van a madarad, viheted, most hazaviheted. De csak akkor, hogyha két hétig vigyázol rá, két hétig nem kergetőztök, nem rohangáltok, és nem szabad kergetni a lakásban. Meg kell ülni a kalitkájába, nem ebbe, hanem a nagyobba. Nem szabad randalírozni, nem szabad rohangálni, nem szabad veszekedni. Ha ezt be tudjátok tartani, akkor két hét múlva rendben lesz. Ha nem? Megígérem! Helyes. Akkor mehettek most haza. Visszaadom a madaradat, Mukit, jó? Köszönjük szépen! Nagyon szívesen. Tessék, Dodó!